A Mexikó Magyarország találkozó mind a két csapat tudta, győznie kell a továbbjutáshoz. Az első félidő egyetlen gólját Tihi lőtte, majd ehhez egy újabbat adott a második félidő elején, ami a bajnokság egyik emlékezetes gólja volt. Sándor 3-0-ra növelte az eredményt. Mexikó elkeseredése akkor volt teljes, amikor González saját hálójukba lőtte a labdát. A magyarok 4-0-ra győztek.